lesz! Le! A hölgyek kezdték meg a súlyok emelgetését a második Palóc Nemzetközi Kupa fekvenyomó és felhúzó versenyen, amelyen közel 100 erős nő és férfi indult. Ez egy profi verseny, hát most itt mind profi versenyzők vannak, hát hogy mondjam nektek erre, hát most itt mindegyik minden nap edzenek, odafigyelnek a kajára, odafigyelnek sok mindenre. Az, hogy egy ilyen versenyen valaki el tudjon indulni, ide azért már kell teljesíteni. Az ország minden területéről érkeztek, mondhatnám Pécsről, a legmebb Veszprémből, Balatonról, Budapestről, és ez egy nemzetközi verseny, Fülekről jöttek versenyzők és Losoncról. A megmérettetésen részt vett a háromszoros erőemelő világbajnok, Gyenes Ferenc, akinek a felkészülését is szolgálta ez az erőpróba. Magyarország krémje azért eljött erre a versenyre, mondom pont ezért, mert mindenki igazából úgy nagyjából be van készülve, aztán mindenki eljön egy kis nyilvános edzésre. Mi erőemelők vagyunk, az erőemelés az ugye a guggolás, fekvenyomás, felhúzás ebben a sorrendben van. Aki csak fekvenyomók, azok nem is indulnak el, mert lazábbnak kell lenni a hátuknak például, tehát tényleg vannak ilyen technikai dolgok, de hát ugye mi a három számra készülünk főleg, és ott ennek az összetettje számít erőemelésbe. Guggolásból 280 kg a csúcsom, fekvenyomásból 172, ugye én erőemelő vagyok, én kicsit gyengébbek vagyunk fekvenyomásban, mint aki csak fekvenyomó, felhúzásban meg 298 kiló a 300 a mumusom. A Masters kategóriában induló 74 éves Gruber Vilmos szervezőként ott volt az első magyarországi fekvenyomó versenyen. Fekvenyomásnak indult, a leelső hivatalos 68-ban volt a Jégszínházban több ezer ember előtt. Nagy sikere volt, hát akkor, és utána később, amikor nemzetközi szintre mentünk, akkor már előírás volt a powerlifting, és így ebbe bekapcsolódott a fekvenyomáshoz a guggolás meg a felhúzás. Sőt, most már úgy, hogy külön is bontják, tehát lehet külön indulni mind a három fogásnembe, meg összetettbe is. Hogyan készült a versenyre? Általában most már csak emlékezetből. Megkapálsz. Így van. Csak viccen kívül tényleg. Én állandóan edzem, tehát ilyen háromszor, négyszer hetente, és mindig felosztom, hogy melyik csoportot, hogy mit csinálok, meg aki egészítő, tehát ami ehhez csatolódik, ehhez a fogásnemekhez, a háromhoz. A viadal legidősebb világbajnok erőemelője, a 75 éves Kasza László 40 éves koráig focizott az NB2-ben, a Nyíregyháza Spartakuszban, majd a futballt váltotta le erre a sportágra. 75 éves vagyok, 41-ben születtem, 14-szeres világbajnok vagyok, erőemelő világbajnok is, és fekvenyomó világbajnok is. És hogy mi motivál? Ez az életem igazából. Ez az olyan, mint a kábítószer. Aki ezt csinálja, nem tudja abba hagyni. Én legalábbis úgy vagyok vele. A főorvos is, aki kezel engem, meg kaptam egy nagyon nagy gerincsérvet tavaly augusztusban. Idén januárban kezdtem el újból edzeni. Nem bírok otthon maradni. És hát a Vilihez megyek, vele csináljuk aztán. Ez egy életmód igazából. És hogy milyen sokáig lehet űzni ezt a sportot, arra nem csak Laci bácsi a példa. Biztos, hogy még 10 évig fogom csinálni. Van egy barátunk, az 83 éves, 83 éves, a Doki, igen. A Csabi bácsi keszei, és még jár versenyre, hát nekem olyan példaképem igazából. Úgyhogy én is szeretném addig még talán tovább is csinálni. Laci bácsi a Masters kategória fekvenyomás számában végül is első lett, összetettben pedig Gyenes Ferenc győzött.